estét kívánunk. Mi újság veletek? Hogy telt a felkészülés? Mennyire tudtatok jól ráhangolódni erre a hétvégére? Sziasztok! Minden rendben volt, teljesen jó fel tudtuk dolgozni a pályákat. Nagyon szeretjük ezeket a pályákat, tehát ez egy igazi jó minőségű kis murva érten. Szerintem jó lesz minden. Mit tapasztaltatok? Hol lehet esetleg néhány másodpercet fogni? Hol lehet ezt a jó eredményt esetleg bebiztosítani? Szerintem a Farkas erdőnél, a hosszú gyorsnál, illetve a Bögyöténél, itt a gyorsítások léptek, az biztosítok azt a számítat. Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk! 24-es rajtszámmal tehát elrajtol ebben a pillanatban Baumgartner Balázs és Baumgartner Péter. És elrajtol rövidesen Csevél.
Hoppá, hoppá! Érkezik meg hozzánk. A hármas géposztály hatodik helyén végeztek, és egy kicsit összetört a jobb eleje. Mi történt veletek ezen a nagyszerű kis versenyen? Hát már nem indult reggel jól a napunk, mert az éjszakai gyűjtőben rádölt egy villanyoszlop az autóra, illetve egy ilyen lámpa, és betört a szélvédő. Szél? Nem. A szél okozta? Szél, igen, szél. Utána gyorsaságint meg egy autó, versenyautót nem bontattak el a hívről, nem tudtunk megállni. Meghúztuk a kéziféket, ne neki menjünk, és neki mentünk a fának. Akkor volt kaland bőven? Volt, igen. Úgy alapjában minden rendben volt. Köszönöm szépen, gratulálunk a kategória hatodik helyhez, és találkozzunk legközelebb is a következő futamokon. Baumgartner Balázs és Baumgartner Péter, tehát hármas géposztály hatodik helyén zárt az M6 Logiza Umbra Lénk.